Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk most ismét a nagy állomáson, és most nem akarok nektek olyan túl hosszú videót csinálni, mert most semmit, ugye itt már voltunk, ezt bemutattam. Ugye ez itt a régi Hajdú Balános forgalomirányító és bérlet és jegyvásárló pénztár volt itt régen, ami ez az épület, hát tudjátok, van rajta egy csomó reklám, ami most le van pusztulva. És ugye ehhez fog kapcsolódni a mai ilyen rövid bejelentkezésem. Pedig, és a mai nap pedig 2019. július 1-e van, és erről már meséltem sok videóba, hogy pont napra pontosan 10 éve van most, hogy átvette a DKB Debreceni Közlekedés, bizony, srácok. És hát ugye én nem ünnepeltem nagyon ezt most, ugye nagyobb ünnepre készültem, ugye akartam emlékbuszt is rendelni, meg tűzijátékot, hülyének néztek srácok, hogy nem vagyok azért ennyire közlekedés buzi, de utána rájöttem, hogy ennek semmi értelme, inkább csak csinálok nektek ilyen kis rövid kis videót, és akkor elmondom nektek, kicsit megvizsgáljuk itt az emlékeket, és a legnagyobb emlék inkább erről a Hajdúvonáról ez az épület. Itt ugye látjátok, itt még vannak benne egy pár, ha belátok, ott van egy szoba, meg itt van valami, igen. És ugye itt van az aktuális információ, amit már napra pontosan 10 éve tettek ki, tényleg srácok, napra pontosan nehezen lehet elhinni, napra pontosan 10 éve tették ki. Június 5-dik, mi ez a június 5-e? Nem tudom. A Hajdúvonal tájékoztatja a tisztelt utazó közönségét, hogy 2009. július 1-től beszünteti Debrecen város területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési tevékenységét. Ettől az időponttól kezdődően a feladatokat más szolgáltató látja el. Ebben a pénztárban 2009. július 1-től a bérletárosítási tevékenységet a Hajdúvonalán nem végez. A helyközi járatainkat igénybe vevő utasaink bérleteiket Debrecen belül a továbbiakban az alábbi pénztárban tudják megvásárolni. A pénztárakban a helyi bérletvásárlást is biztosítjuk, ugye itt van autóbuszállomás, mávállomás, várócsalnok, Skoda, áruház. Hát, és ugye ez a legnagyobb emlék, és még van nekünk még egy másik emlékünk is, ami itt van, mindjárt. Egy vágány volt itt, amikor a Hajdúvonal idején, és ugye az nem a Hajdúvonalhoz kapcsolódik, hanem inkább a DKB csinálta mindig is a trolli és a villamos közlekedést, és ugye azt beszüntették, hát mindjárt meg is nézzük, srácok. Na és akkor, amúgy a srácok, az egész nagy állomásról csináltam egy teljes videót, ugye a teljeset megmutattam abba, ugye ezt is megnéztük mindent A-tól Z-ig, és ugye most, ugye igen, már ebbe a június-júliusban, így be vagyunk zavarodva, július 1-je van, és 10 év, napra pontosan 10 éve közben ellopják a biciklimet, vagy lehet már hozom idáig, napra pontosan 10 éve szűnt meg a Hajdúvonalán által üzemeltetett buszközlekedés itt Debrecenben, és szerintem közelebb is megyünk, csak ezt a biciklimet már arrébb tolom, mert nem akarom már, hogy ellopják. De most látok se egy bicikli, megmondom őszintén. Esik széje, pedig tavaly vette apukám nekem 40 ezer forintért, hát gondolhatjátok, hogy 40 ezer forintért milyen biciklit kapok, hát ilyet. Sőt, még nem is volt beszervizelve, úgyhogy na mindegy, ez nem kapcsolódik most a mostani témánkhoz, hanem inkább az kapcsolódik, hanem hogy itt volt egy tároló vágány a villamosok számára. És ugye itt van a posta, és ugye itt parkoltak az autóbuszok, meg ott is. Ugye inkább ez volt a Hajdúvonalnak egy jelentős megállóhelye, és ugye ezt a vágányt már felszedték, de még a tartóoszlopja megvan, amikor az áramvezetéknek a amikor az áramvezetéket tartotta, az látjátok, srácok. Ez itt, ami kicsit el van rozsdásodva, és ugye itt ment a vágány itt valahol. Itt letámasztom szerintem a biciklit, ugye megmutatom, és akkor itt ment a vágány, és ugye itt tárolta a tartalékokat itt lett tárolva a tartalék, villamosok. És ami még lényegben tőlő, hogy ugye itt volt a... Na, srácok, nem bírom megindítani a biciklit. Itt volt a
rengeteg busznak a végállomása, a busz megállója. Ugye ezt is természetesen meg fogjuk nézni. Végül közben egy posta, nagy állomási posta. Szerintem ide le is veszem a biciklimet mindjárt ide a hűvösbe. És akkor egy kicsit körül nézzünk. Ugye most jelenleg parkolóként üzemel, de régen ugye itt busz megálló volt, csomó busz, Ikarusoktól a Solarisokig minden volt itt. Főleg a 2000-es években, a 90-es években azért csak Ikarusok voltak. Hát a 2000-es évek kezdetétől már jöttek úgy a metánbuszok, az alacsony parlósok, a Neoplán volt még itt. Solarisok azok voltak akkor a legújabbak. Hát szóval akkor ugye itt volt az a nagy busz megállatábla, amit már látom, nem látom semmilyen maradványát itt, meg gondolom azt felszedik, de hogyha Doberdó utcára kimennénk, akkor ott még megvan annak a csonkja. Hát szóval akkor ennyi lenne ez a videó, nem is akartam többet, csak egy kis rövid bejelentkezés, hogy csak tudjátok, hogy ma van július 1-e, és napra pontosan 10 éve vette át a DKV a debreceni közlekedést, és még azt elmondom nektek, hogy én ezt nagyon bírálom, és ez én nagyon hülyének tartom azt az embert, aki ezt kitalálta, hogy átmegye a debreceni autóbusz közlekedést a DKV. De tényleg srácok, olyan, ami nézem vissza a videókat, olyan szép volt, amúgy nekem tetszik, hogyha valami, nem tudom nektek mi a szép közlekedés, de nekem szép volt a debreceni közlekedés, jó volt ránézni a Piac utcán, és mentek az Ikarusok a 90-es években, sárgák voltak, és jó volt a menetrendés, ugye néztem valami síroknak a videóban, valami ilyesmi csatorna neve, és akkor ugye felrakott egy videót, amikor búcsúzik a Hajdúbalán Debrecentől, 2009. június 30-a, igen, az volt az a nap, amikor aznap este indult el az utolsó Hajdúbalános busz, azt hittem, hogy a 3-as vonalom, ugye a Nagyállomás Kishatár utca, amely a 43-as, ebben nem vagyok biztos, hogy ezeknek nézzetek utána, hát szóval, és akkor odaírta valaki megjegyzésbe, hogy sokkal többet értünk volna ezekkel a buszokkal, azokkal a buszokkal, amik már kimentek a forgalomból, ugye a Hajdúbalán buszaival, mint a DKV roncsaival, és teljesen egyetértek vele, hát én már van sok buszsofőr ismerősöm, és mindegyik csak a panaszkodik, hogy vagy ez romlott el, annyi baj van ezekkel a buszokkal, meg sok lerobbanás is van, úgyhogy meg ugye nem, én elhiszek mindenkinek mindent, hogy a Hajdúbalánnál sokkal jobbak voltak a buszok, hiába régi, én sokkal jobbak voltak. Hát szóval srácok, ennyi lenne. Az igen, már 7 percnél járunk. Hát nem, már 8 perc lassan, 7:55. Na és akkor srácok, hát akkor innen a nagy állomásról, parkolóról köszönném meg nektek a figyelmet. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. És ne felejtjétek, éljen a közlekedés, éljen a BKK, és hallgassátok a Rádió 1-et, mert a tényleg csak igazi ma is lágerem. És ha már a Rádió 1-nél tartunk, ugye itt van a Rádió 1 székház, és ugye a teljes médiacentrum Debrecen. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!